Ez itt az Exclusive a Spirit FM 92.9-en. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a rádióban hallgat minket online, vagy éppen a YouTube csatornán. Mai vendégünk Kásler Miklós, a Magyarság Intézet főigazgatója. Én nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Régen találkoztunk itt, ugye akkor, akkor legtöbbet inkább a pandémiáról beszélgettünk, volt emi miniszterként, de már akkor is szívügye volt, és és akkor is bejött beszélgetni arról, hogy a magyarságkutatás mennyire fontos mennyire fontos önnek, és hogy ezért is jött létre annak idén a Magyar Kutató Intézet, és idén átvette a vezetését. Ez egy teljesen új felállás, egy teljesen új menedzsmentet, és új, hát hogy is mondjam, új hullámot hozott a kutatóintézet életébe. Mi változott? Milyen irányok kerültek most előtérben? Meséljen kérem szépen <hül> erről. Az 1918-as kormány előterjesztés, nagyon pontosan leírta az intézet struktúráját, leírta a céljait, leírta a kutatási irányokat, ezekbe változás nincs. Ugyanakkor viszont, ha az egyes kutatók, központok tevékenységét nézzük, <coughs> nagyon sok helyen <coughs> új profilok jelentek meg. Az arheogenetikában nem ez a jellemző, de ott is bővítjük a Együttműködésünket a Pécsi Egyetem Arheogenetikai Irányzatával. Miset a professzor úr, Meleg a professzor úr vezeti ezt a munkacsoportot, amelyik a jelenlegi populációkkal foglalkozik: Korondi székelyekkel, csángokkal, dónau és másokkal. Értelemszerűen a populáció genetikai vizsgálatok folytatása. A következő évtizedekre elegendő munkát ad, folytatjuk az osszárium feldolgozását, elérhető közelségbe került további magyar királyok személy szerinti azonosítása. Klasszika filológiában is ugyancsak nagyon határozott spektrumbővítés történt, tanulmányozni fogjuk a kínai évkönyveket, amelyek a Hun-Magyar eredet szempontjából rendkívül lényegesek, ópersa dokumentumokat, uh -huh. irodalmi műveket fordítunk, ami érinti a magyarság régi történetét és a népek történeteit, tehát eredet kutatás forrásanyagait bővít. Ugyanez vonatkozik a legrégibb keresztény királyság Örményország kolostorainak a írott anyagai áttekintésére, de bővítjük a tevékenységet a szogdok felé, és a teljes korabeli arab irodalmat, az El hagyatékot fogjuk feldolgozni. <kül> Nyilvánvalóan a latin és a görög rendelkezésre álló források közül jó néhány újrafordítását el kell végezni, mert értelem módosító fordítási variációk lehet, lehetségesek. A nyelvkutatás területén folytatnánk mindenféleképpen az altáj uráli nyelvek kutatását, de értelemszerűen annak a vándorlási útvonalnak, ami legalább 2500-3000 éve meghatározta a magyarság történelmét, a különböző pontjait szeretnénk nyelvészeti vonatkozásban is vizsgálni. Uh -huh. Ezzel kapcsolatban említeném meg, hogy az intézet ismét munkatársai között üdvözölheti Oppán Mihály Széchenyi Díjas urat, aki elkezdte munkatársaival az új magyar mitológia összeállítását. Nagyon lényegesnek gondolom, hogy Agócs Gergely úrral az ősi zenei motivumok kutatása, feldolgozása teljesen új profilt eredményez a magyarság kutató munkájába, és értelemszerűen az antropológia által szolgáltatott adatok Kiegészítő bizonyítékok ugyancsak rendkívül lényegesek. Az antropológia eléggé el volt hanyagolva az elmúlt időszakban. És végül van egy további profil ez a hagyomány őrzése, nyilvánvalóan az előző sok tucat nemzedék tapasztalatának, életformájának, életvitelének a megelevenítése számos kérdésben releváns a magyar jelenkorral és a magyar közeli jövővel is ezer témát vetett fel professzor úr, ami gyorsan az elején megragadta a fülemet, és, és végigment a magyar sajton akkor, amikor Horvátországban ugye sikerült mintát venni a csontokból, királyi csontokból, és azt mondta, hogy ezt tovább fogják folytatni, így Magyarországon is majd további kutatások lesznek. Kezdjük ezzel. Milyen tervek vannak, mely királyok m -m maradványaiból lehet még használható DNS-t venni, és mi a célja ezeknek a kutatásoknak? Segítsen megérteni. Talán még annyi itt az előző kérdéshez hozzátennék, hogy az intézet gazdasági helyzetét is helyre kellett zökkenteni, a tudományos módszertant is át kellett vizsgálni, tehát az intézetet olyan pályára állítani, hogy az eredetileg is cégkitűzés volt. Konkrét kérdésére válaszolva, 2014 körül munkatársaimmal meghatároztuk azt a módszert, hogy hogy lehet meghatározni a Székesférvári oszáriumban lévő 620 csontvázból a 15 ott elte eltemetett magyar királyt? Azzal, hogy meghatároztuk harmadik Béla haploidját, az összes árpát, herceg és király csontvázát ki tudjuk válogatni a 620-ból. Személy szerint, hogy kiről van szó, azt vagy egy matematikai algoritmussal lehet kiszámítani, hogy hányadik nemzedékre helyezkedett el a családfán, Igen? harmadik Bélától, vagy amilyennél sokkal pontosabb meghatározási lehetőség, hogy közvetlen közeli hozzátartozóknak a DNS szerkezetét határozzuk meg, akikről pontosan tudjuk, hogy közeli hozzátartozó, pontosan tudjuk, hogy hol volt eltemetve, és pontosan tudjuk azt, hogy a sírt nem bolygatták. Kilenc ilyen hely van Európában, Európa különböző országaiban, minden egyház megye püspökének, érsekének levelet írtam, Nápolytól Prágán keresztül, Európa különböző országaig, hogy járuljanak hozzá, tegyék lehetővé a püspök atyák a mintavételt. Bocsánat, hogy szabályban, itt magyar királyok, vagy rokonaik vannak eltemetve? A magyar királyok rokonai. Rokonai. Mondok egy, hát Igen. kunyadi meghatározása szökéletesen illusztrálja, hogy mi történik. De Mátyást úgy tudjuk kiválogatni, Mátyás Sontvázát úgy tudjuk kiválogatni a 620 csontvázból, hogy pontosan tudjuk, vagy valamelyik felmenőjének, vagy leszármazottjának a, DNS. a jellemző DNS szakaszát, mm. ez a haploid. Ezért kellett meghatározni Korvi János, a természetes fiú, és az a Korvin Kristóf jellegzetes DNS szakaszát, mert Hunyadi Jánosnak, Hunyadi Lászlónak és a további felmenő, felmenőknek a csontváza megsemmisült. Tehát ha megtaláljuk a 620 ö, vizsgált csontvázba ugyanazt a haploidot, amivel Korvé János rendelkezett, azok a csontok Mátyás csontvázához tartoznak. Tehát ki lehet válogatni a 600-ba, hogy melyik tartozik a koronavírus Mátyáshoz. És oh. akkor ezt hol vizsgálják, ez melyik város például? Hát ez lepoglava volt a Korvíj János csontjainak a vizsgálata, amit úgy sikerült elérni, hogy a kulturális miniszterrel, horvát kulturális miniszterrel, miniszterasszonyal minden egyes találkozás alkalmával megbeszéltem, de ezzel párhuzamosan egyházi vonalon a varaszi püspök atya megadta az egyházi engedélyt, utána megkaptuk az állami engedélyt, utána el lehetett menni Lepogravára, én is három órát töltöttem az országhatáron kívül, az intézet dolgozói mintát vettek, és itthon szekvenálták. Mi lesz a többivel? A, mert azt a hogy most kilenc helyre írt levelet. Igen. Válaszolt én... már valaki? Ketten válaszoltak, de még előtte hadd mondjam, el, hadd mondjam, el, hogy Bíboros úr, Erdő Péter Bíboros úr, hogy minden egyes alkalomba a tudományt rendkívüli nagy vonalúsággal támogatta, és most is mind a kilenc püspöknek, érseknek írt egy támogató levelet, uh -huh. és közülük eddig már kettő reagált, Amsterdam érseke és a spalatói érsek, Mind a két esetben rendkívül közeli rokonok meghatározásáról van szó, akiknek a haploidjára azért van szükség, hogy meg tudjuk határozni a 620 csontvázból az édesapjukat, vagy testvérüket, vagy gyermeküket. A, a, azt mondta, ketten válaszoltak, pozitív volt a válasz? Igen, az egyik válasz azt tartalmazta, hogy a kérvényezett e vizsgálatát már elvégezték ő az Ámsterdámi püspök, uh -huh. ennyit elmondhatok. Lejdeni Egyetem elvégezte a vizsgálatokat, és a diakónus jelen pillanatban a Lejdeni Egyetemmel tárgyal arról, hogy adját nekünk az adatokat, hogy tudjuk használni értelemszerűen ez azt jelenteni, hogyha ebből tudományos közlemény születik, ugyanúgy a közlemény szerzői között ott lesznek az Amsterdamiak is. De ez nem kisebbíti a magyar kutatók és Természetesen magyar Természetesen nem, eredményei. ez egy kidolgozott módszer, uh -huh. majd majdnem mindegy, hogy Amsterdamba vagy itthon Budapesten, vagy ne adja Isten Szegeden végzik el a vizsgálatot. És a másik válasz? A másik válasz, hogy folyamatban van az engedélyeztetés. És akkor még azt mondta, hogy kilenc helyre küldött kettő válaszot, akkor még hétre vár. Igen, most és a további a lepoglava, tehát három. Három, akkor e már három megvan. Egy perfektuálódott kettő folyamatban van, többit pedig várjuk. À, akkor ez egy nagyon-nagyon nagyon izgalmas rész lesz. Uh, még mondjál, hogy ez a 600 csontvász Székesfehérváron milyen állapotban van, hm. és hogy néz ez ki, hogy kell elképzelni, mert nem, mondjuk azt, hogy ilyen halandó emberek nem jutnak be, de professzor úr már volt bent, ugye? Igen, uh, hát egész életemet az élő és az élettelen emberi testek között töltöttem el. Uh, azt tudom mondani, hogy mind a 620 csontvázból vett, mint a vizsgálata megtörtént. Uh -huh. A 620-ból körülbelül 400, kicsit több, mint 400 esetében rendkívül jó állapotú DNS-t lehetett vizsgálni, tehát ott a vizsgálatok lezárultak. Körülbelül a vizsgált csontvázak egyharmadának a DNS-e erősen sérült volt, degradált állapotban van, a belőlük nyert adatok nem teljes mértékben pontosak. Éppen ezért ennek a két, körből 200 mintának az ismételt vizsgálatára van szükség egy újabb módszerrel, aminek a tesztelése jelen pillanatban zajlik. Pécsen fogják végezni majd? Nem, Szegeden a végzik, Szeg... hát a Magyarságkutató végzi. A Magyarságkutatónak a Szegedi Egyetemen Egyetem, jö, igen. van egy laborja, de most az Andráss út 64-be, központ épületbe kiépül egy második laboratórium is. Ez kifejezetten DNS-mintákat fog elemezni A laboratóri. genetikai laboratórium. Genetikai laboratóri. Rendkívül magas minőségi színvonalú. Ez munkát, ugyanaz a vizsgálat minőség. lesz, amit eddig Szegeden végezte? E hasonló, igen. Még egy kicsit korszerűbb. Mm, ha, hogy kérdezzem meg, ilyenkor ugye, ez leginkább gép függő, ehhez valamiféle eszköz Eszközök, kell. Eszközök, műszerek. Műszerek kellenek, ezek nagyon drágák. Hát ez relatív. Mert hogy főigazgató úrnak kell megvásárolni, hogy gondolom, írja alá, csak kérdezem, a hogy ez... A katonai drónokhoz vagy repülőkhöz <laughs> Olcsó. Elenyésző jo. az összeg. A, mikor kezd el működni ez a genetikai labor, és mikor a várhatók eredmények? Meg... Hogy mit tervez <laughs> most, professzor? Megérkezett egy rendkívül nagy teljesítményű kompjúter, ami sok milliárd genetikai adat tárolására Feldolgozására alkalmas. A beszereléstől függ, hogy mikor lehet elindítani. Ez folyamatban van? Az, az? érintett cég azzal biztatott bennünket, hogy januárba uh -huh. üzembe tudjuk állítani ezt a gépet, amire én azt mondtam, hogy október eleje. É, és akkor a legkisebb közös többszörös november. 15 Igen. lesz. Remé hogy nem mondjam, tudom, próbáltam remél. őket lelkileg motiválni, uh -huh. megértetni a vizsgálatok fontosságát. Akkor ez egy, ez egy külön asztal lesz, én szeretném, hogyha professzor úr, ha lesznek eredmények, és elindul a vizsgálat, akkor jöjjön el, és mesélje majd erről is, jó? Hát, ha megtetszik hívni, még mindig eljött. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rengeteg témát vetett fel az elején, hogy milyen vizsgálatok indulnak. Külön kitért az örmény nyelvre illetve a nyelvészetre illetve a különböző fordításokra, hogy ez mennyire mennyire fontos lehet. Ami hirtelen megragadta a fülemet, hogy a, a, ha jól emlékszem, a latin és az ógörög fordításokat újra kell fordítani. Jól emlékszem. Ne, nem feltétlenül kell, de célszerű. Miért? Ezt de egy ne, picit ne, pontosabban mondok mondja egy, el. Mond, mondok egy példát, azonnal lehet érteni. Ugye Könyves már megíratta a Hartfigal. <hül> A Szent István legendáját, és abba szerepel az a történet, hogy második szilveszter álmot lát, és az álom szerint a következő napon történő koronátadásra, mert a koronát a lengyeleknek szánta, érkezik egy idegen ország küldöttsége, és nekik adját, és ne a lengyeleknek és a lengyel küldöttség kéri a koronát egy megadott latin szóval, és az idegen ország küldöttsége, tehát a magyar küldöttség ugyancsak kéri a koronát egy másik latin szóval, ami nem egészen ugyanazt jelenti, hanem olyan kérést jelent, hogy bizonyos értelemben követeljük. Most nem mindegy, hogyha az ember nagyon szépen kérő, hogy tessék odaadni a koronát például, vagy pedig szinte követelem a koronát. Uh -huh. A kettő között a lényeges értelmezésbeli különbség lehetséges, és ennek mintájára nagyon sok egyéb korszerű fordítással nyert információ lehetséges. Van erre terv, hogy mikor és hány műnek a fordítása, vagy á, újrafordítása, vagy nem tudom pontos kifejezést mikor kezdődik, vagy már el is kezdték? A, ez már elkezdődött. A magyar klasszika, filológia, az tradicionálisan egy rendkívül nagy múltú magyar tudományág, Moravcsik Gyula nevéhez kötődik. Uh -huh. És az ő, az ő tanítványai a Moravcsik Iskola világhírű. Olyannyira, hogy amikor én 2018-ban kimondottan szerettem volna és támogattam a klasszika filológiát, kaptam egy idős német professzortól egy levelet, hogy nagyon köszöni. Moravcsikra hivatkozik, nagy magyar tradíció, és életének a munkáját a teljes könyvtárát. Felajánlja az eltének. Tehát a klasszika filológia azért nagyon lényeges, mert ezek a írásos adatok a különböző korszakok megítélésébe döntőek. Nyilvánvalóan, hogy az írott szöveg többet mond, mint egy régészeti ásatásnál előkerült zabla vagy, kengyel vagy, bármilyen. Talán más azt hiszem, a legpontosabb títen. az ottani leírás, tehát ezért talán a legpontosabb. Igen, de na nagyon óvatosan kell a klasszika filológiával bánni, mert keverednek nagyon gyakran a nevek, keverednek a népek nevei, az országok nevei, másképp nevezte magát egy nép, mint ahogy a környezete nevezte, előfordultak Nyelvcserék. Tehát le kell tisztítani az időt és a rárakódott rétegeket. Majdnem minden krónikát az események után évtizedekkel vagy akár évszázadokkal írták emlékezetből, ahol már keveredtek személyek, a személyek tettei, népcsoportok nevei, népek tettei és a többi. A, 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 ezek a, ezek új ismeretek lehetnek, ezek az, az újrafordítások, vagy akár bizonyítékok is lehetnek. Mind ez a kettő, kettő előfordulhat, és amiket én említettem, hogy még mivel egészítjük ki az eddigi tevékenységet, ez azzal kesektet, hogy teljesen új, eddig nem ismert információkhoz juthatunk. Uh -huh amit mi nem ismertünk eddig, vagy egyáltalán senki nem ismerte eddig. Ez átírhatja a történelmünket valamiféleképpen? E módosíthatja, Módosítunk talán úgy ő. mondanám, mert azért a magyar történelem őstörténet főbb vonalait most már többé-kevésbé ismerjük az elején a bevezetőbe elég sok mindent mondott, amire még szeretnék visszakérdezni, de most erről jutott eszembe, hogy mennyire nyitottak az iskolák a, a magyarság kutatóintézet kutatásaira, mennyire fogadják, kérnek-e információt, tartják-e a kapcsolatot, hogy, van, hogy vannak ezzel a tanárok? Az oktatás péld? minden szintjén igénylik a magyarság uh -huh. kutató intézet részvételét, bezárólag az egyetemekig. Említettem egy-két egyetemi együttműködést. Most a Közszolgálati Egyetem jelentkezett, hogy a Magyarság kutatóval szeretnének a képzés során együttműködni. De visszatérve, amit rendkívül lényegesnek gondolok, hogy beépülnek -e az új eredmények az oktatásba. 2018 Augusztus 6-án kaptam meg a Nemzeti Alaptanterv továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatot. Társadalmi bocsá vitára bocsátottam, több mint ezer észrevétel jött. Az észrevételek feldolgozására létrejöttek különböző tantárgyak szerinti kiváló gyakorlati-elméleti szakemberekből bizottságok, akik igenis beépítették. Emlékezetes például a történelem tankönyveket Szabados György a Magyar intézet egyik vezetője vezette. Ott már megjelentek az 5. és 9. osztályos tankönyvekben az új ismeretek bizonyított része, nem az, ami erősen valószínű, hanem ami bizonyított. Ez megjelent a keret tervekbe, megjelent az érettségi megjelent a digitalizált könyvekbe is, tehát el elmozdulás mindenféleképpen van. Elmegyünk egy perc szünetre, gyorsan elmegyünk reklámozni, és nem sokára folytatjuk az exkluzívat itt a Spirit FM 92.9-en. Kásler Miklóssal, a Magyar Kutatóintézet Intézet vezetőjével beszélgetünk. Egy perc és jövünk, pár perc és jövünk vissza. Köszönöm szépen! És folytatjuk az exkluzív című műsort itt a Spirit FM 92.9-en. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki online vagy a rádióban, esetleg a YouTube-on néz minket. Kásler Miklós, a Magyarság Kutató Intézet vezetője a vendégem. Folytatjuk a második fél órában. Nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk. Ugye ott fejeztük be, hogy most már beépült a tankönyvekbe a gyerekek, a diákok, sőt az egyetemek is most már használják az eredményeket és a kutatásokat. De rengeteg, rengeteg olyan külföldi dokumentumot és külföldi együttműködést is említett még a beszélgetés elején, ami nagyon érdekes lehet a magyar történetével kapcsolatban. Mielőtt visszajöttünk szünetről, éppen a kínai évkönyveket említette. Na, a hallgató kedvér mutassa meg a korrelációt a kínai évkönyvek és a magyar őstörténet között. A bizonyítékok vannak arra, hogy a kárpát nedencei ősi népesség elindult a keleti irányba, egészen belakta a teljes szeppét, eljutottak szinte a csendes oceánig. Ez a Prészkit a Szkita korszak, majd elindult egy ellentétes irányú vándorlás, amit az ázsiai húnok indítottak el. Tudjuk azt, hogy Krisztus előtt 207-ben egy Mao Tun nevű hún uralkodó szervezte meg az eddigi legnagyobb hún Ez körülbelül Krisztus előtt 44-45-ig állt fenn, majd különböző irányokba beolvadtak leginkább a kínai populáció, illetve arisztokráciába, de egy részük tovább vándorolt nyugat felé, és évszázadokra megállt és szaporodott az urától délre és nyugatra. Az ás, és ezt követően jelent meg az avar vándorlás, ugyancsak Ázsia irányából Európa felé, nem sorolom fel, mert nagyon sok rokon tette meg ezt a vándorlási útvonalat, de az biztos, hogy a köztük lévő etnikai rokonság egyik állomása Mongólia területe volt, és Észak-Kína területe. Tehát azok a területek, amik most Kína északi részét, illetve Mongólia főleg keleti részét képezik. A kínai, kínaiak évkönyveket vezetnek, minden évben leírták azt, hogy mi történt. Ez nagyon hasonló a nyugat-európai évkönyvekhez, például az Altai hi uh -huh. német évkönyvekhez, Ánelészekhez. Uh -huh. Tehát az, hogy megismerjük, hogy a kínaiak mit írtak az ásiai hónokról, az a mi szempontokból, a magyarság eredet kutatása szempontjából nagyon lényeges. A László Gyula Kutatóintézette szabados tanárúr igazgatása alatt álló intézetbe sikerült egy legalább öt évtizede ezzel a témával foglalkozó kínai tudost és magyar feleségét meghívni, tehát ezzel be tudjuk kapcsolni ezt a témát is az eredet eredetkutatásba, de említeném Bakai Kornél professzort, aki megírta ezzel kapcsolatban a saját forrásgyűjtését. Hát ezt eddig a magyarság kutató még nem adta ki, ki fogjuk adni olyan rövid időn belül, ahogy erre megvan a pénzügyi fedezet. Nagyon érdekes, a kínai évkönyveknél az volt az első, az jutott először eszembe, hogy azért ez nem egy egyszerű történet kínaiból lefordítani, pontosan lefordítani. Ó kínaiból. Ó kínaiból, ráadásul ó kínaiból lefordítani, úgy, hogy, hogy az érthető legyen is, hogy vannak-e benne számunkra, illetve az intézet számára hasznos információk, illetve releváns információk, amelyek az egész összképet be egy fontos torta szelet. Jól kérdezem? E, így van. A magyarság etnikailag is nagyon sok gyökerű nép, de amit felsoroltam, ezt a 4-5 éves folyamatot, ott ez a szál, ez a genetikai szál, uh -huh. etnikai folytonosság mindenképpen fennáll, ami nem jelenti azt, hogy más kapcsolataink mellettek volna etnikailag is, nyelvileg meg különösképpen, mert a nyelv nem annyira stabil, mint például a zenei motivumok. Tehát amikor azt mondtam, hogy Agócs Kergely úr az ősi zene kutatási anyagait, és a további munkáját az intézet profiába beemelte, rendkívüli jelentőségű. Az enéről is beszélünk még, személyes élményemet mondjam el. A korábbi mongol nagykövet vendégem volt, illetve interjúztunk vele, és ő rettentően büszkén mondta, hogy amikor eljött Magyarországra egyetemre és megtanult magyarul, akkor tucatjával talált olyan szavakat, amelyik a mongolban is ugyanazok a szavak, ha jól emlékszem, a sárga, a barna, a felhő, tehát olyan szavak, amelyeket 5000 évvel ezelőtt is kellett használni. Ez, ez mutathat kapcsolatot, vagy, vagy most elvittem nagyon nagyon felszínes irányba a dolgot? Nem szabad túlhangsúlyozni, nyilvánvalóan kapcsolat volt, de számos néppel voltak nyelvi kapcsolatok. Nyelvi kapcsolat. Uh -huh. Tehát a nyelv eredetének a összehasonlítása, más népekével, az rendkívül komplex. Például a nyelvkutató központ most azon dolgozik, hogy mivel mindig arról hallottunk, hogy hány szót vettünk át a szomszédainktól távoli népektől. Így van. Ők most összeállítják azt, hogy tőlünk mennyit vettek át a szomszédos népek, illetve az arheogenetika és a ősi zene által meghatározott vándorlási útvonalot elhelyezkedő mai népek. Tud ilyen szavakat mondani, amit tőlünk vettek át? Én nem akarok belemenni, <laughs> ja, mert jó, a, jó. A csak Arany János vagy 120 ezer szót használt. Hát jó lenne akkor a szókincsel bírni, de hát majd még dolgozom az ügyen, ugye az, az egyik legjobb módszer erre. Tessék szorgoskodni. Olvasni kell sokat, ugye, talán ez a legfontosabb. Professzor, most már sokat szor említette, és láttam szívügyelet a, a zenei vizsgálat és a zenei motivumoknak a továbbvitele. Ezt egy picit értelmezze nekem, mit is jelent, hogy amilyen Zenét annak idején kreáltak az őseink, az a motivum hogyan maradt meg, a mai napig hogyan lel, ö, ö, találhatok meg, most is benne azok a motivumok. Tehát egy, egy kicsit, kicsit segítsen megérteni, hogy mit vizsgálnak Igen. pontosan. Hát mondok egy példát. Igen. Ugye Bartók Béláról köztudott, hogy rendkívül komoly népi zenei gyűjteményeket hagyott az utókorra és ránk. Kevésbé ismert, hogy ő kis Ázsiában is gyűjtött. Ki is adta a gyűjtésének az eredményét, amit Amerikában adtak ki, de évtizedeken keresztül Magyarországon nem lehetett elérni. Ha jól emlékszem, talán a harmadta kiadó adta ki pár évvel ezelőtt. Tehát ahogy Bartók gyűjtött kis és feldolgozta az ottani zenei jellemzőit, Agócs Gergely ugyanúgy végigjárta azt az útvonalat, az isztánokat, kazakszán területét, szokt területeket, és a többi, és a többi, mert abból kell kiindulni, hogy a magyar nótákat, az eredeti magyar énekeket ugyanúgy énekelték ezelőtt több száz évvel, mint most. Nem változik meg. A nyelv változhat, a magyar nyelv kivételesen keveset. De például az angolok Shakespeare-t szótárokkal tudják olvasni, annyit változott a nyelvük. Tudjuk azt, hogy a rokon nép volt a bolgár, felvette a szláv nyelvet. A szláv poroszok felvették a német nyelvet, és a nyelvcserék mindennaposak a mai életünk során is látjuk, hogy százezrével kerültek el honfitársaink Amerikába, ide-oda, amoda, a második, harmadik generáció esetleg már nem is ért magyarul. Tehát az etnikum és a nyelv két különböző dolog. Egyik nem határozza meg a másikat. Ezt nagyon határozottan mondanám, mert egy álvita indult el erről az utóbbi időben. Tehát a Magyarországotató Intézet álláspontja az, hogy a kettőt külön kell választani. De vizsgálják is, nem? Tehát erre most elég ö, komoly célzásokat tett, vagy erről beszélt is, nem? Természetesen. Hm. Ugye nagy probléma volt, hogy a nyelvészet tulajdonképpen az etnikai kérdéskört kisajátította, és a nyelvi eredetet, hm. nyelvi rokonságot rávetítette az etnikaira. Nem szabad, hogy az archeogenetika ugyanebbe a hibába essen fordítva. Tehát ha etnikailag rokonok vagyunk, akkor nyelvileg is nem feltétlenül van így hiszen nyelv ettől függetlenül változhatott az előbb, erre most elég, elég sok példát mondott. Beszéltünk a zenéről, az első fél órában megemlítette még rögtön az elején, hogy most nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a különböző nyelvek vizsgálatára, illetve fordításokra. Megemlítette az örmény nyelvet, hogy ott is lehetnek bizonyítékok, és a emlékek örmé... lehetnek. Emlékek. Segítsen megérteni, mire gondol. Hát az örmény királyság visszamegy egészen az ókorig. Hát ha már itt tartunk, akkor mondhatom azt, hogy Rómával álltak harcba, Pártosokkal álltak harcba, neveket ismerünk, ütközeteket ismerünk, írásbeliségük volt, és főleg András apostol térítése révén Krisztus után már 300 körül keresztény királyságról beszélünk. Mm. Harmadik Béla a feleség Antiohia anya örmény királylány volt. Az örmény királyi család a bizánci császárokkal házasodott. Második András anyaiágon örmény király leszármazott, Európa nagy ura volt. A keresztes hadjárata során mindenki házassági szerződésekre akart, szövetségekre akart lépni, még az akkori török szultán, így fejezem ki magam, nagyon egyszerűen. Bizarr lett volna, hogyha bekerül a, a, szultán családjába egy magyar feleség, vagy ne Isten, akár Imre Hercegnek, vagy negyedik Bélának, Kálmának, vagy András fiainak török lett volna a felesége, de félretéve ezt a megjegyzést, az örmények, az örmény kolostorokba, hasonlóan, mint ahogy a kínai évkönyveket, vagy a nyugat-európai évkönyveket vezették, nagyon sok mindent lejegyeztek. Ezek megmaradtak, mint ahogy a kolostori könyvtárak általában megmaradnak. A Szovjetunió megalakulása után a könyvtárak teljes anyagát összeszedték, egy részét megsemmisítették, de a másik részét egy központi Helyen központi könyvtárba helyezték el. Ezt pontosan tudjuk, hogy hol van, pontosan tudjuk, hogy mit tartalmaz. És legnagyobb részben digitalizálva is van. Tehát amikor az örményekkel együttműködést tervezünk, akkor az, az együttműködés arra vonatkozik, hogy ebből az óriási nagy iratanyagból azokat fordítsák le magyarra, ami a mi őseinket, vagy a rokon népeket valamilyen formában érint. Érintette. Akkor most adódik a kérdés, hogy van örményes a Magyarságkutató Intézetben? Tehát ez nem egy egyszerű történet. Nem, a, de... Az, örményközösség örmény közösség elég... De, hogy, hogy azért ez a, tehát Kérném szépen. Magyarország befogadta az örményeket. Elég, ha azt mondom, hogy Erdély újvár befogadta az örmény vallást, tehát az örményeknek nagyon nagy tradícióik vannak Magyarországon. Ez így van. Erdély utolsó kormánybiztosa Apáti István volt, vagy a Hunyad, Hunyad megye utolsó kormánybiztosa Isek volt. Az az Isek utca, akinek az édes testvére a legnagyobb magyar gyógyszerész professzor lett. Az örmény papok itt élnek Magyarországon, az örmény egyház létezik, tudnak olvasni örményül, le tudják fordítani magyarra, ja. é, és nagyon szívesen megteszik. A meg legépia, teszik, legépia, meg, legépia, tárgyat, professzorul velük? Természetesen a legifjabb utca Honvéd Kórház orvos igazgatója, ő képviseli Magyarországon, az örmény származásokat, többször beszéltem vele, és megbeszéltük, mindez lehetséges. Semmi miniszterelnök helyettes úr, amikor legutoljára kijárt Örményországba pár hónapja, az állami szervekkel beszélte végig, hát nekünk ezeken a, a lehetőségeken kell elindulni. Ez eléggé megnyugtató, tehát hogy akkor a, tulajdonképpen itt is lehetnek olyan, bizonyítékok, olyan információk, amelyek segítik a magyarság Intézet munkáját. De akkor még megemlítette a perzsát, Iránnal való együttműködést, a perzsa nyelvet bocsánat, illetve az arab nyelv vizsgálatát is. Ez a kettő hogyan kerül képben a Magyarságkutatás hát, őstörténeti kutatásaiba? Még az előző kérdésre mondanám, hogy a Peszben Péter Tudomány van egy örmény tanszék kiváló tanszékvezetője van, a kép most csinálta meg a nagy doktori értekezését valamelyik német egyetemen, talán a Lipcsein. Ő mindenképp kult személy ebben az együttműködésben. Uh -huh. Az arabok esetében, arab irodalmi hagyatékok esetében az a szerencsés körülmény áll fenn, hogy Szegeden az Orvos Egyetemen évfolyam társam volt Ormos István kitönő tanulóként eh, ott hagyta az orvos Egyetemet, és Germános Gyula tanítványává, majd méltó követőjévé vált, aki egy nagy, na, nagy doktori értekezés eh, oponásseként feldolgozta egy Sájháni hagyatékot, amit Hü -hü. ő és a követő írtak meg arról a korról, ami körülbelül megfelel Árpád bejövetelének, illetve Hü -hü. a környékét plusz-minusz száz, 150 éves viszonyokat írja le. Hm. Tehát ilyen lehetőségeket próbálunk összegyűjteni és felhasználni. A kettő percünk maradt, és nagyon szeretném, hogy egy, egy, egy összefoglalna nekem professzorul, hogy, hogy mi a legnagyobb terve? Tehát most elmondta, hogy milyen, milyen irányban kutatnak, de azért biztos van egy, egy, egy globális cél, vagy van egy olyan, van egy álma, amit, amit szeretné, hogyha, hogyha kijönne az eredményekből, vagy fel tudnának mutatni. Mi a mondjuk rövid és a hosszú távú nagy terv a Magyarságkutatóintézetben? Meséljen erről, kérem szépen. Én a, a tudományos etikát alapvetőnek tartom. Teljesen függetlenül az eredménytől semmiféle prékoncepciót nem török el. De nagyon remélem azt, hogy a magyarság eredet kérdését etnikai vonatkozásba a közép jövőbe tisztázni lehet, és további adalékokat tudunk a nyelv eredetére adni. Nagyon remélem azt, hogy fel lehet építeni addig a szintig, amíg ez a legkülönbözőbb szempontok figyelembevételével lehetséges a Székesfehérvári Bazilikát, és az ott eltemetett nagy és szent királyainkat ismételten oda lehessen eltemetni, ahol ők nyugodni akartak. És nagyon remélem azt, hogy az archeogenetika, a klasszika filológia és a többi tudományák együttműködésének a gyümölcsét be lehet építeni a közoktatásba is, és be lehet építeni a felsőfogó képzés legkülönböző formáiba is. Nagyon komoly tervek, és biztos, hogy beszámolunk még róla. Beszélgettünk a kollégáival is, itt, hiszen ne felejtsük el, hogy az eredet című műsor itt megy a Spirit FM és nagy szeretettel várom én is professzorurat ide a stúdióba. Beszéljünk róla. Azt hiszem, hogy időről időre lesz olyan téma, ami felvetődik olyan Mondjuk azt én úgy fogalmaznék, hogy bizonyíték, professzor úgy mondaná, hogy új ismeret, de amely, amely abba az irányba mutat, amit kutatnak és, és szeretnének elérni. Jó? Szeretettel várjuk professzor Köszönöm szépen. Stől. Ez volt a Spirit FM-en az exkluzív. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, hallgassák tovább a rádiót, illetve nézzenek minket a Youtube-on. Kásler Miklós, a Magyarságkutató vezetője. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.